táncosként eszembe kell jusson az a táncforma, az a Gyimesi Csángó tánc, amelyikről a nevüket is kapták, a nevüket választották Zsombikáék. Másrészt így, hogy ez a kis band, egy szótagocska szó, ez hozzákerült, így muszáj eszembe jusson a két fehér testvér, akiket először megismertem ebből a bandából, ezt a két nagy tehetségű és életvidám palóc gyereket, akikkel rengeteg szép közös élmény fűzött össze, de ez már azt hiszem a következő kérdésnek a tanúsága lesz. Hát, hogyha most csak azt mondanám, hogy Furulya táborból ismerjük egymást, akkor nyilván a nézőközönség hahotába fog, hiszen a Furulya tábor, mint olyan egy közkedvelt filmnek az intézményeként terjedte, ez nem olyan Furulya tábor volt, hanem valóban a hangszerről volt szó. Mi ott kamaszottunk, én legalábbis, ott ittunk meg az első pohárbort, az is lehet, hogy egy üveggel volt. Nagy foci meccsek voltak, Viktor azt szeretett futni, ő futós focista volt, Zsombika viszont kicsit az Elesi Puskás fajta. Elő megállt, várta, hogy terem el számára gólpasszt, azt akkor bevarta keményen, tehát meg volt a szerepe végül is. És rengeteg közös esős éjszaka, kint a szabad ég alatt, nagy mulatások, nótázások, Furulya menetek. Ez volt körülbelül 14 éve. Ezekre nagyon szívesen emlékszünk vissza, és mai napig, ha találkozunk, akkor mindig felemlegetjük ezeket a pillanatokat. Drága Zsombi bácsi, Viktor bácsi, és drága többiek, kerekesbent, így tovább, betyárosan szedjétek, vigyétek a magyarság jó hírnevét jobbra-balra a világba, és őrizzétek meg azt az alázatot, mikor a kis koncertünkre eljöttetek, és utána tiszta szívvel gratuláltatok és köszöntétek a népzenei élményt. Maradjatok ilyennek!